Mi karácsony előtt egy közösségi posztban kértünk titeket arra, hogy küldjetek nekünk kérdéseket, azzal az ígérettel, hogy ezeket majd meg fogjuk valamilyen formában válaszolni. Most elárulom nektek, hogy amúgy az eredeti tervünk még az volt, hogy karácsonykor tartunk egy egész napos streamet, és akkor reggeltől estig ott leszünk, és játszunk, és mit tudom én, és ebben válaszoltuk meg volna ezeket a kérdéseket. Ez sajnos több különböző okból nem tudott összejönni, nem utolsó sorban amúgy betegségek miatt, de úgy voltam vele, hogy annak ellenére, hogy ez meghiúsult, azért még szeretnék ezekre a kérdésekre visszatérni, nehogy úgy maradjatok, hogy válaszolatlanul maradnak. Úgyhogy ezért jött létre ez a videó, úgyhogy sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lead, ez pedig a Kérdezz Felelek videónk, és remélem ez első része egy sorozatnak. Sajtos Szendó kérdésével kezdünk. Milyen fajta videókat élveztek a legjobban elkészíteni vágás, felvevés, ilyesmi terén? Ugye, ha nézitek a kis alsó kis táblistákat a videókban, amúgy ezt evivágta itt látjátok, akkor láthatjátok, hogy amúgy én többnyire már inkább csak írni szoktam videókat, úgyhogy én erről fogok tudni beszélni. Én amúgy szerintem nem annyira meglepetés, hogy én a netlegendákat szeretem a legjobban írni, mert nagyon imádok utána nézni ezeknek a dolgoknak, meg eleve az egész sorozat azért indult, mert engem rohadtul érdekel, hogy mi van ezek mögött, a mémek mögött. Meg ugye vannak olyan esetek, mint mondjuk a Momo Challenge-es, vagy a Darwin díjas, ahol meg van egy olyan nagyon-nagyon elterjedt tévhit, ami engem rohadtul frusztrál, hogy mennyien azt hiszik, hogy ez az igazság, közben pedig igazából nem is, és ezeket szeretem így jól összefoglalva átadni. Szóval mindenképpen a netlegendákat szeretem a legjobban. Evi nagyon mutat, hogy ő is, szerintem ő is ezt szereti vágni, ez így kicsit az ő reszortja. Bence helyében nem nyilatkozok, de tőle is megkérdezem. Intim, közeli felvétel rólatok. Én őszinte leszek, a lore videók és az ilyen hosszabb videóesszéket szeretem a legjobban. Evelyn? A Dani már elmondta az előbb, hogy én a netlegendákat, úgyhogy ennél többet nem tudok róla elmondani. Nagyon szeretem a netlegendákat, és az egyik kedvencem a Teve Klub. Csani kérdezi, melyik játékból szeretnétek, hogy készítsenek belőle filmet? Rohadtul megnéznék egy portálfilmet, ami így egyben végigmegy az első és a második részen, vagy csak úgy szimplán ebben a Half-Life portál világban játszódó valamilyen filmet, sorozatot. Érted, hogyha a Half-Life 3 már nem készül el, mennyire jó lenne, hogyha a Half-Life 3 sztoria legalább egy sorozatba bekerülne, vagy valami ilyesmi. Én abból megnéznék. Kinézem a Valve-val azt, hogy ők rajta tartanák annyira a kezüket, hogy abból valami tök jó süljön ki. Tök őszintén, megint. Én szeretném, hogyha a Heavy Rainből csinálnának egy jó filmet, mert a Heavy Rain necces jóságügyileg, de szerintem abból lehetne egy jó filmet csinálni. Sean! 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 Nem kéne az X-et nyomni ahhoz, hogy azt mondjam, hogy Sean, hanem csak nézni kéne. Én még nem találtam ki. Ja, mert abban nem beszél. Fortnite. Vagy abban beszél. A Fortnite! Amúgy. Na ez. 4DX IMAX. Azzal, hogy mi játszunk, azt megfilmesítenék. És úgy 4D IMAX, hogy lelövik a filmen, és téged is lelőnek. Adnám. Végre. Ezt ne tegyük bele. Griffin azt kérdezi, melyik videójáték franchise szeretnétek, hogy újra életre keljen? Ez nem annyira videójáték franchise, mert részben inkább film, vagy hát még inkább regény franchise, de készültek belőle jó játékok, ez pedig a James Bond. Én annyira vágyom arra, régen készültek jók, nyilván ismeritek a 007 Nightfire-hoz fűződő viszonyomat, tehát régen készültek baromi jó játékok, és szerintem annyira hiányzik, hogy jöjjenek ilyen jó kis lopakodós, kis kémes, ilyen mindenféle kütyüket kihasználó cuccok. Szerintem annyira itt az ideje, hogy jó James Bond játékok készülnek, úgyhogy én azt nagyon várom, hogy újra életre keljen. A Shrek. Szóval a Shrek játékokat, a PS2-es Shrek 1-2-3-at. Azt nem vágom. Én a Metal Gear Solidot szeretném, de azt tudom, hogy nincs olyan. Valószínű, vagy nem az úrral, a nagymesterrel, hanem valami béna spin-off, mint a Survive. Ez felejtős. Victory Coconut, imádom, kérdezi, az én kérdésem, mi a pontos szakmátok, milyen iskolát végeztetek? Na, ezt sokan szoktátok kérdezni, mert nagyon sokszor meg is válaszoltam, csak
álljon itt, mert tudom, hogy sokakat érdekel. Én újságíróként végeztem, tévé, rádió és nyomtatott újságíróként, tehát egy kommunikációs szakot végeztem a Pázmányon, elsősorban ez volt a BM. Ebből nyilván inkább a tévézés és rádiózás volt, ami megfokott, tehát a műsorszerkesztés, vágás, stb. És én utána még elmentem egy mesterképzésre, ahol pedig animációt tanultam, és mi a pontos neve annak a végzet? Animációs rendező vagy animációs szakember? Valami ilyesmi a pontos neve a diplomámnak, de az a mesterképzésem. Szóval, hogy én ilyen mozgóképes, ilyen multimédia, ilyen izé vagyok, de nyilván ott van mellette az újságírás, tehát nekem ezért szenvedélyem az írás és a ilyen dolgok. És eredetileg amúgy cikkíróként kerültem ide a Leadhez, és utána, amikor jött az ötlet, hogy csináljunk YouTube csatornát is, akkor lettem ennek a feje. Valami leesett a háttérben. Halló? Halló? Hát én nekem van egy érettségim és egy vágóasszisztens OK-im. Ennyi. Ennyi. Azt mondtad, rövid legyen. Te mondtad. De mondhatsz többet, max kivágom. De általános iskolaptam. Jó, általános iskolát is el kellett végeznem. Az, hogy leérettségizek. Aztán átmentem gimnáziumba, azt is elvégeztem. Le is érettségiztem, aztán egyetemen voltam, ami műszaki egyetem volt, ami nem tetszett, így azt... Káó, és aztán átjöttem ide, és végre azt csinálom, amit szeretek. Akkor egymás mellett jártunk iskolába majdnem. Ja nem, mert idősebb vagy. Miről beszélsz? Mert a Pázmánynak az Pázmány egyik épülete most ott van. A... Most, de eddig Pilis Csabán volt. Nem? Vagy te nem jártál Csabára? Nem, én nem. Ha jó, hülye vagy. Én ugyanarra az egyetemre jártam, ahova a Dani, tehát a Pázmányra, és én is kommunikációs szakot végeztem. Én viszont nem mentem mesterre, mert amikor ide kerültem a szakmai gyakorlatom által, akkor itt ragadtam, nem engedtek el. és ezért nincs mester diplomám. És ezért nem tanultam tovább. Úgyhogy nekem egy ilyen sima kommunikációs végzettségem van, hál' Istennek. Az is jobb, mint a semmi. Ja, meg a 8 általános, meg az érettségi. Zsuga Gergely kérdezi, melyik volt az a mozifilm, amire azt mondtátok a vetítés után, hogy kár volt érte pénzt kiadni? Én most egy... elfejtettem a címét. Annyit arra emlékszem, hogy egy Brendan Fraser film volt, és elmentünk középsuliban az osztálytársaimmal mozizni, és volt ez a film, és kifejezetten azzal a céllal néztük meg, hogy ez egy ilyen gagyi film lesz, mert tehát ezt tudnatok kell, hogy ez a kora 2000-es években történt, és akkoriban Brendan Fraser épp egy nagyon ilyen gagyi filmekben szereplő színészként volt számon tartva, mint aki egyszer még jó színész volt, tehát most megint ugye reneszánszát éli, az oké, okay, de akkoriban épp nagyon gagyi filmekről volt ismeretes, és mi? Miért nincs itt? Ja, megvan. Ennek a filmnek az a címe, hogy Furry Vengeance, magyarul drágán add a rétedet. Arról szól, hogy egy valami építési fejlesztő egy erdőben akarnak ilyen lakóparkot építeni, és akkor oda költözik a családjával, és akkor az erdei állatok így meg akarják védeni az otthonukat, és meggyőzik a Brendan Fraser-t, hogy ő is, meg a családja is segítsen neki, és akkor az erdei állatok, meg a Brendan Fraser és a családja küzdenek a lakópark építők ellen. A világ leggagyibb, tehát hogy már eleve ez a leírás gagyi, de hogy még szar is mellé. És így emlékszem, ültünk a moziban, csak mi, meg egy kisgyerekes család, és így sírtunk, de nem a röhögéstől, tehát hogy van az a film, ami annyira rossz, hogy már jó, és aztán amikor még lejjebb mész, van az a film, ami annyira rossz, hogy már rossz, és már sírsz, már fizikai fájdalmat okoz, és akkor gondolkoztunk, hogy visszakerjük a pénzünket, csak az a baj, hogy végignéztük, tehát hogy végigültük a filmet, és utána már nem annyira illendő dolog, hogy, mert hogy mégiscsak amit fizettél, azt megkaptad, de fú, hát az borzasztó volt. YouTube-ben Channel kérdezi, hogy Hali, hogyan alakult meg a Lead, ez mindig is érdekelt, és mennyi ideig tartott a nulláról eljutni az első 1000 feliratkozóig? Megint egy olyan kérdésem van szó, amit már sokszor ecseteltünk, de most megint ide akarom menni, hogy már a kérdez felelek videónkból, amit valószínűleg most az új feliratkozók látnak, abból kimaradjon. Szóval, a Lead eredetileg úgy indult el, hogy volt egy alapító tagunk,
többen, akiknek az egyiknek volt egy ötlete arra, hogy csináljunk, vagy hogy csináljanak egy ilyen gaming merch-öket, meg ilyen e-sport merch-öket áruló webshopot, és akkor e köré találták ki az üzleti tervvel még egy csomó dolgot, hogy merre mehet ez majd még tovább. Ennek az egyik első eleme volt, hogy legyen egy magazin is. Már ugye akkoriban is nagyon sok ilyen tech bolt, meg ajándékbolt, meg ilyesmik voltak, amik mellette egy magazint is működtettek. És így jött létre eredetileg a Leet, egy webshopként, ami elsősorban akkor még inkább merch-öket árult, tehát mit tudom én, ilyen e-sport csapatos bögrét, meg pólót, meg ilyeneket. És mellette volt egy magazin, ami pedig ugye mellette népszerűsíti a gaminget és az e-sportot, és akkor ezek ketten így segítik egymás működését. Ez volt az eredeti cél, hogy ez így működjön. Amikor én jöttem a céghez, ez kb. Fél évvel az alapítás után, tehát ez 19 elején alakult a cég, nagyjából olyan április volt, amikor így az első cikkek elkezdtek ugye megjelenni, tehát amikor a magazin úgy hivatalosan beindult, meg a webshop is elérhető volt, és akkor én szeptemberben jöttem, eddigre már voltak több cikkírók, meg akkor haladtunk, akkor már voltak ilyen egész szép olvasottsági számaink, de ez nyilván teljesen elmaradt a maitól. Amikor én jöttem, akkor a YouTube csatornának már volt 1600 feliratkozója, ugye nyilván ez egy logikus lépés egy mai digitális magazin számára, hogy legyen egy YouTube csatornája, mert hiszen egy ilyen magazin YouTube csatornája az ugyanaz, mint a cikkeket írni, csak valaki felolvassa és képek vannak alávágva. Tehát volt ilyen YouTube csatorna, de nem volt még akkor rá dedikált ember, aki kifejezetten videókat gyártson ide. És akkor jöttem én és mondtam, hogy amúgy én nekem tökre fekszik ez a videózás, meg mint tudom én, tehát hogy én nagyon szívesen leszek az az ember, aki cikkeket ír, és mellette mondjuk az idejének a felét pedig videógyártással tölti. És mint mondtam, akkor már megvolt 1600 feliratkozó, mert a magazin népszerűsítésére, meg úgy egyáltalán a Leet népszerűsítésére csináltak egy ilyen nyereményjátékot, ahol mindenféle dolgok fel voltak ajánlva, egy ilyen nagy csomag. Azt hiszem akkor a legnagyobb nyeremény egy gamer szék volt, amit lehetett nyerni, meg voltak mindenféle perifériák, meg mörcsök, meg mitén. És a nyereményjátékban való részvétel egyik feltétele volt, tehát ugye több ilyen jelentkezést leadhattál, hogy kövess Facebookon, hogy kövess Instán, és az egyik az volt, hogy iratkozz fel a Leet YouTube csatornájára. És így volt 1600 feliratkozónk, úgyhogy igazából akkor még videógyártás még nem kezdődött el. Volt néhány videónk, ilyen 3-4, de ezek inkább csak ilyen kísérleti jellegűek voltak, hogy mennyi idő megcsinálni egy ilyen videót. És aztán amikor később az lett, hogy most már vagyunk annyian a magazinban, hogy akkor én legyek a full-time youtuber arc a cégnél, és én nekem a teljes munkaidőm videógyártására menjen el, és legyen akkor rendszeres a videógyártás. Tehát akkor már 1600 feliratkozó, ez a szám maradt meg bennem, 1600 feliratkozóról indultunk. Az első 1000 feliratkozót azt néhány hónap volt elérni, de nem organikusan, nem videókkal. Utána a következő 1000-et is egy hónap vagy kettő, másfél körül volt, hogy azt elértük. Az első 3 hónapban még nagyon-nagyon lassan ment a YouTube csatorna, onnantól kezdve, hogy elkezdtünk rendszeresen videókat gyártani, de aztán egyszer csak valahogy a YouTube algoritmus az így bekapta a dolgot, és akkor hirtelen mindenki elé kidobta, és akkor lett, emlékszem, egy hét alatt 20 000 feliratkozó, vagy nem tudom, mert akkor hirtelen elkezdett minket kirakni a főoldalra, és hát azóta meg most már így itt vagyunk. Rendszeres visszatérő nézőnk, meg kommentelőnk Endermatecraft Hun, vagy Endermatecraft, ezt sose tudom, ezt írd meg kommentbe. Ő kérdezett nagyon sokat, nem fogom mindegyikre válaszolni, de párat ki akartam választani, hogy megválaszoljam. Kiket követtek ti, legyen az magyar vagy külföldi, erről akarok beszélni elsősorban, meg kicsit ajánlani. Igazából szerintem Settled csatornájáról én már beszéltem, hogy őt én nagyon sokat nézem, ő egy old school RuneScape tartalomgyártó, és szerintem az egyik legjobb gaming tartalomgyártó jelenleg így a YouTube-on, nyilván angol nyelven csinálja, amit csinál, de hogy valamilyen nevetségesen sok 10 milliós nézettséget produkál évente, eszméletlen jó sorozatai vannak, baromira ért ahhoz, hogy hogyan kell nagyon jó gaming videókat csinálni. Többiek, akik még szintén gaming, én Rejszeviket szeretem még nagyon, és őt nagyon ajánlom. Részben az ő munkássága inspirálta az olyan sorozatainkat, mint mondjuk a Fejlesztői Pokol. Nyilván nem ugyanaz a téma, de hogy hasonló hozzáállással szeretnék videókat csinálni, mint ő csinál. Ő ilyen nagyon mélyre menő elemzéseket csinál különböző játékok fejlesztési történeteiről, tehát ő úgy csinál kritikákat ilyen régebbi játékokról, hogy annak így az egész történetét feldolgozza. Baromi jól, nagyon jó videókat csinál. És akit még nagyon szeretek, az Naked Jakey, aki meg talán inkább a netlegendák sorozat az, ami hasonlít arra, amit ő csinál. Ő pedig ilyen mindenféle dolgokról csinál
közte gamingről is videókat, és ő is inkább ilyen elemzős, videóeszésebb dolgokat csinál, de egy zseniális humorérzékkel, meg nagyon iszonyú jó hangulatúak a videói, és baromi viccesen alkalmaz egy csomó ilyen videókészítős technikát, és mellesleg rohadt jó zenéket csinál mellette. Ezekből csinált olyat, hogy ilyen rap review játékokról, amiket rohadtul szeretek, de azon kívül is azóta csinál zenéket, meg most jelent meg amúgy kislemeze, és rohadt jó zenéket is csinál. Elmondhatod, hogy kiket követsz, annyira rá voltál erre beszélve. Elmondhatom, hogy kiket követek. Hát külföldi videósokat legfőképpen, akiket tuti megnézek, hogyha jön feliratkozásról, vagyis feliratkozás, aztán jön új videóról, az a Zero Lenny, Naked Jakey és a Video Game Donkey, és még tudnék felsorolni 100 másikat, de most ezt a hármat sorolom fel, az F-kornak ne kelljen annyit vágni. Én nem követek senkit. Külföldiek közül én nagyon szerettem régen a PewDiePie-t, amúgy most már annyira nem nézem sűrűn a videóit. Amikor az Among Us nagyon menő volt, akkor a Psycho-t néztem állandóan, mert aranyos volt. Bele volt ez zúgban, mi? Bele. Meg a Corpse-nak a hangjába. What up, baby? És szintén még tőle veszek egy kérdést, meg aztán majd lehet, hogy még későbbi részek még visszatérek, mert tényleg nagyon sokat írt. Ti hogyan álltok hozzá az olyan játékokhoz, amiket nem nagyon látunk a csatornán vagy Twitch-en, gondolok itt a stratégiai játékokra, unboxing videók, horror játékok, gameplay lejátszási listák, just chatting, stb. Ezek nem mozanak titeket annyira? Igen. Tehát többnyire, hogyha valami témával azt látjátok, hogy nem foglalkozunk, vagy valami játékkal, vagy valami játék kategóriával nem foglalkozunk annyira, az azért van, mert valószínűleg minket nem érdekel annyira. Tehát, hogy azt látnotok kell, hogy amikor bármiről döntünk, hogy mik szerepeljenek videóban, vagy mivel foglalkozunk és hogyan foglalkozunk, elsősorban azért azt tartjuk szem előtt, hogy mi mennyire népszerű. Tehát nyilván mondjuk a stratégia játékok egy nagyon szűk réteg számára egy nagyon fontos kategória, és van egy nagyon erős rajongói bázis, de alapvetően nagyon kicsi, tehát stratégia játékokkal azért nem foglalkozunk annyira, mert hogyha bármilyen szinten foglalkoznánk, azok nagyon hosszú tartalmak lennének, és nagyon kevés potenciális nézőt szólíthatnak meg. Ettől függetlenül szoktunk olyan témákkal foglalkozni, amik kis potenciális közönséget szólítanak meg, akkor, ha az nekünk valamilyen személyes kötődés, és mi nagyon szeretjük, tehát mondjuk például a Kerbal Space programot én iszonyúan szeretem, és ezért foglalkozunk vele, tudom, hogy az is kis közönség, de ott legalább az az előny megvan. Ha valami téma nem esik bele abba, hogy nem elég népszerű, vagy minket nem érdekel, akkor az sajnos így elfelejtődik. Nyilván a gameplay videókkal, azt tudom, hogy ez nem esik ebbe a kategóriában, abban szimplán az van, hogy mi nem egy olyan csatorna vagyunk, amik így annyira gameplay videókkal tölti fel a tartalmait, tehát én sokkal jobban szeretek ilyen magazinos, vágott videókat csinálni, és mellette, ha arról van szó, streamen bemutatni gameplayt. Az unboxing videók az pedig pont egy olyan kategória, amiről nem tartom 100%-ig elképzelhetetlennek amúgy, hogy a jövőben még fogunk olyat csinálni. Vajda Ágoston Krisztián kérdezte, hogy milyen fajta WC papírt használtok, kérném szépen a nevet és a rétegek számát is, esküvői iskolai projektbe kell. Hogy otthon mit használunk, azt nem tudom pontosan, de... Most elmész és megnézed? Ez is komoly? Igen. Ugye nem hozod ide, tudtam, meg. Annyira tudtam. Itt az irodában ezt az nem szponzor, tényleg, tehát hogy csak lekaptam a polcról. Oops, Everyday Peach. Hol van ez, hogy hány rétegű? Három rétegű. 32 tekercs, az csak a kiszerelése. Your new Vanessa with soft smoothness. Ez nincs benne. Most így látszik. Lejjebb. Ez az, amit használunk. Nem szponzorált. Balog Oliver kérdezi, Dani és Evelyn járnak? Igen. Én nem tudok róla. De ezek szerint máshogy értelmezem a kapcsolatunkat, de amúgy mellesleg nekem feleségem is van. Meg amúgy testvérek vagyunk. Szóval viccet félretéve nem, nincs köztünk semmi ilyesmi. Foglalt ember vagyok. Gyermekes családapa. Én is. Evelyn is. Gyermekes családapa. Mi erről a véleményed? Én úgy tudom, hogy nem. Viszont úgy tudod, hogy nem. Eddig még nem láttam rá elégséges bizonyítékot, hogy igen. Szóval azt mondanám, hogy nem. És nagyon tagadják, viszont ez egy ilyen sassy. nagyon gyanús. Nagyon tagadják mindig. Mit szeretnél ezt hozzátenni? Én semmit. Én más valakivel járok. A Bencével.
Nem. Mi is nagyon gyanúsan tagadjuk, de nem. Nem. Amúgy mindenki mással jár. Az, hogy mindenki mással. Ennek is volt. Mindenki mindenkivel. Hárman vagyunk együtt. Ja, igen. A Dani, a Bence és én, mint egy kis család. Igen. És a gyerekek, mert ugye én mondtam, hogy én családapa vagyok amúgy. Ki akartam jelenteni, hogy nem járok a főnökömmel. Ezzel viccelődünk, de hogy amúgy semmi edics, ez egy poén. Nem, tényleg, tényleg poén. Tóth Zsolt, hát van kérdőjel a végén. Nem érdekel semmi, mondjatok fel! Viszlát. Ez volt, ha tetszettek ezek a válaszok, akkor... Jó, szóval, hogyha szeretnél esetleg még később ilyen kérdez-felelek videóban szerepelni a kérdéseddel, akkor nyugodtan ez alá is kommentelhetsz, mert majd innen is válogatunk, és remélem fogunk meg ilyet csinálni, vagy lehet, hogy élőadásban válaszoljuk, vagy podcastban, vagy akárhol, mit tudom én. Kérdezz nyugodtan, vagy gyere a Discord szerverünkre, van egy link a leírásban, és hogyha érdekel, hogy ez a díszlet mi a szar, és mi az a Lead Podcast és a Lead Cast, akkor kövess minket a Lead Pluszon, mert ott megy a Lead Podcastjának az élő verziója, de ez utána az élő adás után fölkerül YouTube-ra is, szóval már itt is találkozhattál vele, de amúgy, ha csak a hangját szeretnéd útközben hallgatni, akkor ezt a Spotify-on is megteheted, ha rákeresel, hogy Lead Cast. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy lájkkal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. Várunk legközelebb is!